Korai adat szól arról, hogy 1488-ban, Mátyás király idejében magyarok tanulnak lantozni. Humanisták, magyar főurak egyaránt lantoztak. Itt Boldog Józsa és Batthyány Gáspár nevét kell megemlítenünk. De ugyanúgy hírünk van lantos cigány zenészekről is. A királyi és főúri udvarok voltak bölcsői a magyar lantművészetnek. Pengett a lant, zengett az ének udvarházakban, skólákban és a falusi ivókban. Magyar zenetörténet a lantról és a lantosokról már korábban is tudott, de a közelmúlt kutatásainak sikerült számos fehér foltot eltüntetnie a kérdésben. A háborúk, a török dúlás, az állandó létbizonytalanság közepette is pengett a lant, s számos magyar ifjú tanulta a lantos mesterséget, saját és mások idejének múlatására, szórakoztatására, külföldi és hazai mesterektől. Sokszor csupán a véletlen hozta, hogy fennmaradt egy-egy adat lantról, lantkönyvről, lantokról, bátortalan kézzel írott tabulatúráról. Thank you.
megkülönbözteti az öcsök az ő vitéz fiát, megkéreti szúnyognak hajadon leányát, hogy hívata az pröcsök, az nagy boldog örömben sok jámbor gyermekeket levelekkel egyenként, mind az mura megyékét, barát itt, mint fejenként. Parancsolá az pücsök hamar szolgájának, vest hátára az nyerget, jó tartott lovannak, szépen írt levelemet, ő vitt el a sztarvarjúnak, az borzas csókának, trombitáló darunak, az doboló farkasnak, az siklósi sólyomnak. Azután hamar vigyed kapranci kakasnak, kaparnyaki kapannak, pihári bagolynak, rókamási rókának, a szexárdi szarkának, szikszói szajkónak, komáromi kakuknak, vöröskűi kakasnak, szövöri seregének. Igen, hamar mindezek együtt készülének, ajándékot pücsöknek, ők szépet szerzének, seregekkel, hajdukkal egy néhány százon lőnek, nagy örömben lőnek, az boldog mennyegzőben nagy vígan elmenének, eszesen köszönének. Esznek, isznak, lakoznak, fejenként táncolnak, trombitálnak, sípolnak, és igen vígadnak. Az ifjak is peniglen, hegedülnek, lántolnak, hajdútáncot járnak, azból házi kis bolha, szúnyog szép leányával. Lád, mely szép táncot nyomnak, lád, mely szép táncot nyomnak. János udvarában a kis Bakfark Bálint muzsikál apja gyámkodása mellett, majd Geszti László és Fanal Mátyás neve bukkan fel. Vajon ő-e a sokat emlegetett Mátyás, a királyi muzsikus lantos, akit Magyar Mátyásnak is említenek az ódon iratok? Azt is tudjuk, hogy János király esküvőjén lantosok muzsikálása mellett ropta, illetve lejtette a lassú ungareszkót az udvari nobilitás. Thank you.
Istvánfi Miklós történetíró, országló főúr így szól saját versében Tinódi Lantos sebestjéről. Pannoni hős daliák, akiket mars férfi dicsőség a csillagok közé emelt, egy csak a jós, akiben tartoztok bízni, Tinódi, hisz ő dalolt ti rólatok. Így bízott Peridész a Homerus sziklaszavában, s ekép Ajax a pajzsvivő. Ő vesz erőt az írít sorson, hogy a könyveiben majd ti mindörökre éljetek. Dezsőfiék udvari lantosa Lukács volt 1564-ben. Homonaiék udvarában Ambrus és Geszti László lantoskodik, és a nagy hírű, históriás énekes szerző Görcsöni Ambrus lantos 1557-ben. Jeszenő várában még egy nagyobb formájú, valószínű basszus lantot is találtak eleink. 1612-ben feljegyzik, hogy bort is adtak egy szegény lantosnak. Kitűnik, jól tartották lantosainkat. Istvánfi Miklós volt nádor görög és latin verseihez, Kisvárdai Miklós írt tabulatúrákat német módra 1561 táján. Thank you.
Bornemissza Péter prédikációs művében az ördögi kísérteteknek, az hallásról szóló fejezetében így dörög. Azonképpen hallásunkra is sok szép értelmes szókat, ékesen szóló énekeket, lant, cimbalom, orgona, hegedű, trombita, dob sípszókat, külön-külön csengő, fülemüle, rigó, fűri, szajkó, szarka, csóka, cineget, csacsogásokat adott, hogy ezből is megbecsüldünk az mi teremtő Istenünknek mind felségét, mind jó voltát. De jaj, mióta hazugságot suga ama ravasz kígyó az mi első szüleink füleibe, azóta immár csak mind hazugságnak hallgatására és hítságos mulatságra vagyodnak mindenek fülei, tisztátalan és fajtalan beszédeknek hallgatására, bába beszédre, álnokul költött fabulákra és egyéb hítságról, virág és szerelem énekek hallgatására. Hallod egyéb jó jételet szomra, Nádasdy Ferenc a sárvári fekete békitől rettegett a török, ha nevét felkapta a hír, egy kis lantot ajándékoz Majlát Gábornak. Udvarában Tinódin kívül János és 1531-ben Horváth Bertalan lantos működik. Szilveszter János udvari prédikátor nyomdászról feljegyezték, hogy az evangéliumi énekek lanton való előadását ajánlja.
rettegett főúr, a török Áda az ellensége fiának lantot vásárol, illetve készített. Felesége lanthúrokat, és egy új lantot kér Bécsből hazatérő férjétől. Esztergomvára ostrománál két hajdú vitéz, a törökök legerősebb tüzelése közepette, a törökök bosszantására, a várárokból kiugorva, a halálnak fittyet hányva, hajdú táncot járt.
Keljünk föl asztaltól, ha jól laktunk, Bortos, táncoljunk! Szóljon hegedű, sétáljunk, dudás is bőgjön, mulassunk! A spolepszit vonják, mert az urak hagyják rendesen, hogy azt járhassák kedvesen, nézzék is egymást édesen. Magyar táncot vonhatsz, te dudás is fújhatsz immáron, az közrend is hadd táncoljon, innét senki ne oszoljon. Kobzos! Ide járulj, engem el ne árulj, s muzsikálj, pöngest húrjaidacs itt állj, lássad, senkit meg ne tréfálj, trombita, dob, szóljon, vigasság hadd folyjon ez házban, légyen minden vigasságban, senki nem lesz szomjúságban. Hagyják el az nótát, verje lantos lantját, hadd halljuk, füleinket vigasztaljuk, mesterségét magasztaljuk. A nagy nemzetségű kanizsai orsolya tudjuk, hogy egy szép lantot küldett a várföldi rohoncra. A főúri ifjak közül is kiemelkedik lantoló készségével 1555-ben Pálffy Tamás. Batthyány Boldizsáról csupán azt jegyezték föl, hogy lantolni szeretne. Reméljük, hogy e vágya beteljesült. Lantos Pál és Lantos János mellett feltűnik egy magyar, volt rableány alakja, aki a lantot ugyanolyan szépséggel pengeti, mint a hárfát. Thank you.
Gyönyörűsége szívemnek, megújult már víg kedvemnek, gyönyörűsége lelkemnek, szabadulása lőtt fejemnek. Mint szarvas az oroszlántól menekedtem fogaittól, az kegyetlennek zajától, szabadultam szerelmitől. Immár az mezők is néznek, szabad fejemnek örülnek, újjóbb énekkel tündöklenek, lovam hátárul hallatik. Lantok és a szép hegedők, szóljanak vígan virginák, engem éltető muzsikák, gyönyörűség már veletek. Söpörtest gazda az házat, hordas ki tányért és tálat, vitest ki az hosszú asztalt, rendelj egy tánchoz jó tágast. Erre is gazda, rávigyázz, ifjakat mikor táncban látsz, akkoron vígan azt kiásd, hegedűs három most az tánc. Tánc közben törzsd az pohárt is, ne légyen panasz a búr is, vigyázz az asszonyokra is, ne hadd szomjazni őket is. Állj félre itt, ki bánkódol, itt bizony nem szomorkodol, vagy így áll, vagy pedig táncolj, egyébként köztünk nem lakol. Hőlegény, megkíméld magad, sok orral magad ne bántsad, táncban lábodat ne fáradsz, hogy virrattig meg ne bánjod. Mert lesz néked még más dolgod is, munka kell, higgyed ahhoz is. Elment már az menyasszony is, végbúcsút tőlünk már te is. Ez így elmédben forogjon, most rövid éjszaka vagyon, az álom rajtad ne fogjon, párta is konyká változzon, párta is konyká változzon. Thank you.
Bethlen Gábor udvarában Horváth István hegedűs lantosról kapunk hírt. Hatvan István teorbát, azaz basszus lantot, cisztert és egy hegedűt vásárol, hogy zeneszóval töltse unalmas óráit két csata közben Benedek lantos zenésztársával együtt. Bátori udvarához tartozó Gergely Deák hagyatéka egy lantot, tokostul és egy könyvet jelez, mely lanthoz való. Sziládi Áron szerint a Felvidéken is találtak hasonló lantkönyvet, de a belső lapok, a lantművek hiányoznak. Bátori András bíboros urunk ciszteren vagy hosszú nyakú basszus lanton zenél üres óráiban. Kolozsvárt az erdélyi muzsikus lantosok színe virága vert anyát a 15. századtól a 17. századig. Mátyás, István, Imre és Ferenc lantosok mellett egy lantos feleségének nevét említik a kopott írások, Lantos Ferencnét, Mártát, majd egy kuti család nevűt, hogy János, György, Márton, és még egy Imre lantosokkal folytassuk a sort. Thank you.
Második Rákóczi György udvarában is zengett a lant, s az urunk lantosa szavakból tudjuk, hogy egy élő muzsikust rejtenek. Tököli Imre hagyatéki lajstromában lantok és egy kobosz szerepel, és egy kis hitván formájú, azaz kisméretű szoprán lant, amely formájában a mandolinhoz hasonlít leginkább, de nem az. Számadás könyvek örökítették meg az előkelőbb lantosok neveit. Debrecenben Demetert, Bálintot és Mihályt, Ambrust, György fiát Lászlót és Szabó Andrást. Budán nem kevésbé lehetett népszerű a világhírű Bakfark Bálintunk és a lantozó János mester. Beszterce bányán a Turzók és a Fuggerek kastélyában sem hiányzott a lantszó. Nem különben voltak híresek a csepregi János Lantos, az egri Máté és a család nevén is emlegetett Sugár István, Göncön Miklós, Gyöngyösön Antal, Jászberényben Lantos Ferenc fémjelzi, hogy a 16. században számos magyar lantozott, muzsikált. Felvidéken Kassáról Kelemen, Lőrinc, Lantos Sebestyén, ki nem azonos, ami nagyhírű és becsű Tinódinkkal nevét említik. Thank you.